Egymás mellett várták az üvegdíszek, hogy jogos birtokosukhoz kerüljenek. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága kedd este már 8. alkalommal tartotta meg díjkiosztó gáláját, melyen a 2022-es naptári évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosokat, csapatokat, edzőket, egyéneket díjaztak. A versenybizottságunk a társadalmi elnökség szavazásai alapján kerül minden év elején kiválasztásra az elmúlt naptári esztendő, ez nagyon fontos, nem bajnoki év, hanem naptári esztendő legjobbjainak a kiválasztása. Felnőtt szinten ugye a legjobb játékos, a legjobb csapat utánpótlás szintén, ugye van a női klub is, és természetesen van két olyan díjunk, amit szintén minden évben ki szoktunk osztani. Az egyik ugye a megyei társadalmi aktíva, ez azon kollégák közül díjazunk mindig valakit, aki ugye társadalmi munkába végzi a feladatát, hosszú évek alatt megfelelően végzi ezt a feladatát, úgyhogy most ezt is kitüntetjük, őt is kitüntetjük, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgásáért díj, ez is ugyan egy esztendőre adjuk most, a 2022-re, de ezt is egy olyan ember szokta mindig kapni, aki hosszú évekig vagy évtizedekig tett valamit a megyei labdarúgásért. Az év felnőtt futballcsapata díjat a Káló Semjén érdemelte ki. Az együttes az előző idényben torony magasan nyerte meg a megyei másodosztály Pannónia csoportját, a gárda pedig folytatva a kiemelkedő teljesítményt, jelenleg a megyei első osztályban is az élen áll. 5 évre mennék vissza, mert én 5 évvel ezelőtt vettem át az egyesületet, akkor megye másodosztályban a 9.-10. helyen szerepelt a csapat, és azt lehet mondani, hogy 4 év alatt eljutottunk oda, 3 év alatt, hogy megnyertük a megye 2-es bajnokságot, utána rá egy következő évre, aminek most a díját megkaptuk, tehát megnyertük még egyszer a megye 2-t, kiemelkedő eredménnyel és kiemelkedő rugott gól számmal. Az év felnőtt edzője díjat Kis Tamás kapta, aki mögött mozgalmas év áll. A megyei amatőr válogatott társedzőjeként országos 3. helyezést ért el. A tavalyi idényben 2. helyre vezette az Ibrány csapatát a megyei egyben, és új állomás helyén Máté Szalkán is a dobogó elérésén dolgozik. Az amatőr megye válogatottal nagyon szép eredményt értünk el, hiszen a selejtezőt azt megnyertük kapott gól nélkül, és az országos döntőben is 3. helyet értünk el, és ugye emellett Ibránnyal a 2021-22-es évet 2. helyen zártunk a Nyíregyháza mögött. Innen is szeretném az Ibrány vezetőségnek is megköszönni, hogy mindvégig bíztak bennem és az elmúlt 3,5 évet. És ugye itt jött nyáron egy váltás, ahol Máté Szalkára helyeztem át a székhelyemet, ami egy hosszabb folyamat volt, mire oda kerültem, de úgy gondolom, hogy nagyon szép fél évet tudhatunk magunk mögött, hiszen egy nagyon szép kupaszereplésünk volt, egy NB1-es csapatot tudtunk fogadni az Újpest személyében, illetve az őszt is igaz Hort versenyben dobogón tudtuk zárni, úgyhogy mindenféleképpen pozitívnak értékelem a 2022-es évet. Máté Szalka számára emlékezetes marad a 2022-es év, hiszen a csapat játékosát, Fejes Jánost választották az év labdarúgójának. Az év utánpótláskorú játékosa a Sényő fiatal kapusa Szondi Levente lett, az év női egyesülete címet pedig az Újfehértói Sportklub kapta. Pehely Zoltán Sényő polgármesterének munkáját a megyei labdarúgásért dr. Szabolcsi József díjjal ismerték el. Az év utánpótlás csapata díjat Tiszavasvári érdemelte ki, az év legjobb utánpótlás edzője kitüntetés a Csengeri Juhász Ferencé lett. Az év játékvezetője Pető Péter lett, a megyei szövetség év aktívája díjat pedig ezúttal Horváth László kapta. Az eseményen külön díjban részesült az NB1-es kisvárdai futballcsapat, amely sorozatban 5. éve tagja az első osztálynak. Erre korábban nem volt példa a megyei labdarúgásban.